hogy a különböző spirituális tanítások különböző üzeneteket mondanak arról, hogy igazándiból az ember mikor válik tényleg kompetens, igazán felelőssé, hogy a saját sorsát kezébe, vagy karmáját. Ezt úgy, te hogy látod, hogy milyen életszakasz az, amikor tényleg beérik az ember, és igazán dolgokban már elkezd kitágulni ez a belső szabadsága, nyilván a karmikus lehetőségeihez mérten. Tehát a karmikus itt nagyon fontos, mert ugye mondjuk a Sankaracsarja 30-40 évesen meghal, tehát létrehozza, amit most is követnek. Vagy itt vehetjük a Krisztust, ugye ugyanaz. Tehát, hogy de most vegyünk egy átlag dolgot. Én azt gondolom, hogy amikor ezt hívjuk transzcendálásnak alapvetően, hogy amikor eljutok odáig, hogy nem a külső dolgokba akarom megoldani magamat és megtalálni, hanem elindulok befelé, ez a transzcendálás. Itt érdemes tradicionális utakat követni, amit már sokan jártak, végigjárták és biztosak, és lehetőleg olyan segítőt, aki meghaladta is. Azt tanítja, ami már túljutott. De most ez nem egy könnyű dolog, de van. És itt is eljutsz egy olyan pont, amikor már a tradíción belül a saját utadat járod. És nem a vezetőt fog vezetni, hanem te vezeted magadat, ahhoz a belső lényegiségeddel, amit hát az én rendszeremben Atmannak hívunk, de hívhatjuk sok minden néven, a bennünk lévő Isten fogalom, így is lehet mondani, és azzal kapcsolódok össze, mert az nagyobb guru bármilyen gurunál, tehát alapvetően a lehetőségem megvan bennem, csak el kell oda jutni. És hogy itt nagyon fontos az a Wilberi gondolat, hogy itt két dolog fut egymás mellett, a felébredés és a felnövés. Na most nyugaton a felnövést elég jól ismerjük, keleten nagyon jól ismerik a felébredést, de a kettőt együtt kell csinálni. Ahhoz, hogy igazán tudjak fejlődni. És akkor itt jön be nagyon sok probléma. Tehát ha valaki mondjuk egy szabályszereprendszerben éli az életét, és addig jutott el a felnövése. Tehát ő nagyon jól beilleszkedik a társadalomba, elfogadja a szabályokat, mindenki harmonikus családon belül nagyon szeretik, tatatatá. Akkor ő eljut idáig, hogy 55 éves korában, most vegyük ezt így, ő szeretne az identitásával továbbfejlődni. Most nyilvánvalóan egy olyan szisztémát fog találni, ahol szabályszerep van. Mert ő ott érzi jól magát, és nem érzi jól magát egy másik rendszerben. De lesz olyan ember, aki magasan képzett, azt mondja, hogy én tudományos ember vagyok, akkor neki ott kell tudni elindulni. De abba az irányba kell, hogy ehhez az atmához, ehhez az önvalóhoz egyre jobban közeledjen, és egyre inkább azzal kapcsolódjon. Ezt úgy lehet látni, vagy megpróbálom, hogy én hogy látom, tehát én úgy látom, hogy van az én tudatom. Az én tudatom erősen tudományos, az enyém. De történnek olyan dolgok az utamon, amik tudományosan nem magyarázhatok meg. Akkor hogy, mit kezdek én ezzel? Óriási a veszélye annak, hogy mágikus, mitikus szintre visszasüllyedek, vagyis a másfél éves gyerek szintjére. Na ezek például a kundalini ébredés. Valakinek van egy testi érzés, akkor fölébred bennem a kundalini és megvilágosodtam. Hát ez mágikus, misztikus állapot másfél-két éves kor. És ő elhiszi. És akkor elakad ezen az úton, és olyan emberekkel fog együtt lenni csoportba, akik ugyanígy el vannak akadva, olyan tanítót fog hallgatni, aki szintén el vannak akadva. Tehát, hogy ez nem egy könnyű út így alapvetően. És hát ez a transzcendálás, amikor én elkezdem belülről megkeresni az igazi önmagamat, akkor nyilván erről nem is tudok, hogy van olyan, meg valamilyen rendszert követek. És ebben nekem bajaim lesznek, amit most úgy szoktunk hívni, hogy spirituális krízis vagy spirituális válság. Egyik szó sem nagyon jó ehhez. De hogy azt mutatja meg, hogy a személyiség identitása válságba került. És ez egy pozitív dolog. Magyar ez egy természetes ciklus. Most pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a különbség, mert én azt megfigyeltem, hogy valamikor egy identitás krízist is, ami nem feltétlenül természetes, hanem egy korábbi fejlődés következménye, esetleg kezelnek úgy, vagy minősítenek úgy, mintha spirituális válság lenne. Tehát hol ismerhető föl, hogy egy spirituális válságról van szó, vagy pedig egy identitás fejlődésbeli elakadásról van szó?
Hát ez meg kell az illetőt ismerni, tehát hogy, és a másik, hogy aki meg megismeri, annak kell, hogy értsen hozzá. De az illető arról ismeri föl, hogy azok az értékek, amik eddig mozgattak, és amiért tettem az életemet, amiért bármit, vagy nagyon sok mindent elkövettem, a bármi azért túlzás, az hamis. Tehát egyszerűen az engem nem érdekel. Tehát nem érdekel, hogy bemegyek a 60 főből álló munkahelyre, és én megteszek mindent azért, hogy még nagyobb profitot termeljek. Nem érdekel. Vagy nem érdekel. Akkor már spirituális válságról beszélünk. Igen. Vagy például azt mondom, hogy eddig iszonyú fontos volt, hogy a gyerekem elérjen valahová, de most elfogadom olyannak, amilyen. És akkor föladtam valamit. És akkor beindul bennem, hogy én hogy voltam azzal. Tehát, hogy ezek nagyon erősen mozgatják egymást. És viselkedés szintje, már az előbb mondtam a depressziót, tehát tartós hangulati zavar, és nem az, hogy egyszer jobban vagyok, egyszer rosszabbul, hanem van egy tartós hangulati zavar, mert elvesztem azt a látszott biztonságot, amiben eddig éltem. És ez a veszteségek, egy önvesztésig vezetnek, a depresszió az lehet egy önvesztés, ugye ezért lehet, hogy depresszióból még öngyilkos is lehet valaki, hogy önvesztésben van, és úgy éli meg az élethelyzetét, hogy csak a halál a megoldás. Tehát, hogy tehát a fölismerésben az egyik oldal az, hogy másképp kapcsolódok a világhoz, nagyon sok negatív élményem lesz, nagyon erősen megélem, hogy tehetetlen vagyok, és elkezd egy csomó olyan belső változáson történni, például a vegetatív idegrendszerembe, az emésztésembe, esetleg a keringésbe, tehát a szorongás emeli a vérnyomásomat. Nagyon sok ilyen, vagy az ürítési problémáim lesznek, akkor nem tudok ezzel mit kezdeni. Ezt betegségnek minősítem, és a dolgot, ha másképp csinálnám, hogy befele dolgoznék, és keresem ezeknek a gyökerét, és azokat meghaladom, akkor ez az egész állapot egy fejlődés lenne. Ezt most a hangsúlyosan a spirituális válságra mondod? Igen, arra. És ha viszont identitásfejlődésben elakadás van, akkor mi a helyzet, hogyha attól van ilyen... Hát úgy lehet csak kijönni, hogy itt... A pszichoterápia elakad. Tehát a spirituális válságra kevés a pszichoterápia, hanem filozófiával kell kiegészíteni, és nyilvánvalóan olyan terapeutára van szükség, aki abban is. Viszont az identitás elakadásra meg jó a pszichoterápia. Tehát azon a szinten igen, egy bizonyos szintig. Egy bizonyos szintig, de nem tud tovább menni. Na most azért azt kell látni, tehát nekem van erre egy hasonlatom, hogy a fejlődés az olyan, hogy mész az ösvényen, mondjuk legyen a Himalája, és akkor egyik oldalról van egy olyan hegyoldal, ami negatívan kidől, tehát nem tudsz fölmászni. Van egy olyan mély szakadék, aminek nem látod az alját. Nem tudsz megfordulni, mert keskeny az ösvény, csak előre lehet menni. És ilyen az identitás. Tehát ugye indulunk a magzati léttel, a szimbiózisat, és előre kell felmenni. És mennyire tudom elfogadni, hogy haladjak előre, és mennyire vagyok biztos abba, hogy eddig eljutottam, miért ne tudnék tovább jutni, és miért ne jutnék el még messzebbre, az, amikor ez eltűnik, és ami eddig engem segített és vitt, na, az a spirituális válság. Ennek az a megoldása, hogy tovább kell tudni menni. Erre is igaz az, ami egyetemesen igaz, hogy ezek a fázisok egymásra épülnek, és nem hagyhatóak ki? Soha nem betártuk, nem, igen. Ez így. Azt is lehet mondani, hogy ezeknek az ismérvei az elakadásoknak, hogyha valamit az adott fázisban nem éltél meg, vagy nem kaptál meg, tehát deficit, vagy túl sok, vagy túl kevés volt, tehát milyen általános mintázatot tudnál mondani erre, amiből lehet látni, hogy viszonylag általánosítható hangsúlyozó, amiből lehet látni, hogy akkor ott elakadt az identitás fejlődés. Hát ugye ez már nagyon jól le van kottázva. Ha úgy gondolkozok, hogy az, hogy én hogy kapcsolódok a külvilághoz, és itt mindent értek külvilág alatt, magamon kívüli létet, ami körbevesz az külvilág, hogy abból én mit kezdek, ezek a nem tudatos minták. Tehát, hogy irányítást kapok a tudattalanomból, és ez az irányítás egy ideig pozitív, egy idő után meg kell, hogy halladjam.
Most ha ezt nem tudom meghallani, akkor benne ragadok, vagy ami előbb említett, regresszióba kerülök, hogy visszamegyek korai formákba. Ezek a térképek, hívjuk ezeket térkép, tehát viselkedési térképek, gondolkozási térképek, ezek tudatosíthatók. Egyedül egy kicsit nehéz. El lehet kezdeni. Ugye a mindfulness erre van kitalálva. De a következő szint az azt jelenti, hogy az eddig elért eredmény beépül a magasabb szintbe, de annak részévé lesz, vagyis nem teljesen tölti ki. És ez aztán megint így lesz. Tehát amikor én belekerülök ebbe az 55 éves korom körüli válságba, akkor ha én fölé megyek annak, hogy megkeresem az értékeket belül magamba, amik fognak tovább vezetni, akkor tovább halad. Ha ezt nem tudom meg, akkor valószínűleg regresszióba kerül. Igen, pont ezzel kapcsolódik az utolsó előtti kérdés, nem részben erre válaszoltál, de úgy érzem csak részben, hogy mi van akkor, hogyha valaki pont, amikor már transzcendálni kellene, mondjuk 55 év körül, még a szabályszerep se fejlődött ki, tehát a társadalmi hát akkor azzal kell dolgozni, nem? Ugye a... Tehát mindig az elakadt fázissal kell, nem lehet erről beszélteni, és lépcsőfokat átugrani. Nem lehet átugrani. És ha megkíséred, akkor van az, hogy visszazuhansz. Tehát, hogy ugye most ez a rengeteg ilyen hétvégi kurzus, erre egy ragyogó példa, hogy itt óriási dolgokat élnek meg, mert nagyon sok segíti a zenétől kezdve a beígért dolgokon át, és akkor belecsúsznak valami élménybe. Tehát van egy élmény megélésük, és ez az élmény megélés nem földolgozzák a személyiségük, hanem kialakul egy függőség, és akkor mennek minden hétvégén. Ezek az elcsúszott fázisok egyébként mennyire behozhatóak most? Tökéletesen behozható. De nincs két egyformás. Hát nyilván karmafüggő, sorsfüggő sem. Nagyon igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én azért több ezer emberrel dolgoztam már hát csoportban, egyéniben. Nyilván ön is felettel behozható. Én még ugyanolyannal nem találkoztam, meg olyannal sem, aki nem tudnak erről. Tehát ezt mondod, hogy önismerettel behozható. Önismerettel behozható, és ugye az önismeret az addig tágul, amíg elérjük az atman, tehát gyakorlatilag végtelenségig tágítható. Hát kell érte dolgozni. Na most azt kell látni ebbe a felébredés, felnövésbe, hogy a felnövés az egy kicsit gyorsabban haladható, vagyis a személyiségfejlődést lehet erősíteni, de mindig, ahol a felébredésem tart, azt fogom ott látni. Tehát a szemüveg, amin keresztül nézek, az az, hogy a tudatom hol tart. És ezt is lehet fejleszteni. Tehát ugye ez a kétféle dolog, a keleti-nyugati, egy lesz most a, egy lesz, mint mindfulness mondjuk, vagy valamilyen más technika, és ezt segíti. Most mind a kettőt bennem zajlik belől. Tehát, hogy ebbe nagyon fontos az, hogy én tudatos legyek, de nagyon sokszor át kell dolgoznom azokat az elakadásokat, amiken átmentem, de ott van a személyiségemben, és akkor itt két lehetőség van az elakadásokra. Az egyik az, hogy úgy ment föl a következő szintre, hogy ahol az előzőleg volt, azt vitte bele. Ezek lesznek a különféle elfolytások, különféle viselkedési zavarok, például súlyos étkezési zavarok, hogy az oda fölment. De van egy másik, ez még nehezebb. Ott pedig az történik, hogy az új szint, ami egyel följebb van, az nem fogadja be egyáltalán, és ezt úgy tudja megcsinálni, hogy amit ő befogad, arról ledisszociálja, leválasztja. Ezek a diszociatív zavarok. És erre mondok az evésnél, ugye az első fázisunk az az evés, orális fázis. Abba, ha te korlátozva vagy az anyád által, akkor a teljes evés leválasztódhat, és amikor éhes leszel, akkor ez az éhség fogja meghatározni, hogy hogy táplálkozol. Ilyen az anorexia, a kóros soványság, az élet nem elfogadása, és az étel el nem fogadása, közben iszonyúan éhes az illető. Tehát ez az anorexia, ez a diszociáció. Hogyha bizonyos evési helyzetek ismétlődnek meg,
akkor az az előző probléma, ahol a régi mód, ahogy az anyával táplálkozott, az anya segítségével táplálkozott, az fog felnőtt korban is megnyilvánulni. Utolsó kérdés, hogy így legyen a beszélgetésünknek, ahonnan elindultunk. Szerintem te is egyetértesz azzal, hogy elég sok az identitás elakadás egy probléma a mai világban. Valószínűleg több, mint a spirituális válság. És hogy egyetértesz, ennek mi az oka szerinted? Hát főleg itt a nyugati világban maradjunk. Nyissunk két évszázadot csak. Tehát, hogy ugye az, hogy én magyar vagyok, ez nekem annyit jelent pillanatnyilag, megnézettem a DNS összefüggéseket, ugye ma már ezekre lehetőség van, hogy a ősök, a cukrász ősök, azok elszázból indultak el. Még a ház is áll. A másik oldal, az a román határnál lakott, ugye akkor még nem volt Románia, és nagyon magyarok, de erdélyi oldal. És akkor az jött be a DNS-embe, hogy ez mind megvan, és még van egy nepáli 2-3%-om is. Tehát valószínűleg az erdélyi vonalnak van egy nagyon erős keleti kapcsolata. És akkor, ha én most meg akarom nézni, hogy az apám anyját Dózsa Emmának hívták, és a Dózsa parasztvezér egyenes leszármazottja, már a Dózsa György öccsének a leszármazottja, ha végignézzük, vagy megnézem a Elszászból jövő elszászi, akkor most én hogy vagyok magyar? Tehát, hogy itt vannak olyan identitás kérdések, hogy én hova tudom elhelyezni magamat, abba a társadalomban, aminek nincs identitása. Tehát, hogy ugye, ha megnézzük a történelmünket, akkor hát volt a tatárdulás, ahol lecsökkent a magyarok száma, de nyilván jöttek kívülről, aztán volt a törökök, aztán ugye az osztrákok. Tehát, hogy itt igazából, hogy egy olyan, hogy mi magyarok vagyunk, az azért egy kicsit nehezebb ügy. Tehát, hogy van egy ilyen része ennek a dolognak, ami ugye súlyos sérüléseket szenvedett 19-ben, a tanácsköztársaság se oldotta meg ezt a kérdést, ugye egy teljesen idegen valamit akartak ráerőszakolni, hát ez csak néhány hónapig működött. Aztán ugye volt egy aránylag megnyugvási fázis, ez a Horthy korszak, ahol azért tartósan volt egy egyszemélyű vezetés. És hát azt világosan kell látni, hogy a magyar fejlődés az egyszemélyű vezetősnél tart. Tehát ez nem vagyunk, abszolút demokrácia sose volt ebben az országban. Olyan értelemben, hogy amit a demokráciára elképzelnek. Tehát ez még nem alakult ki. Halladunk afelé, de még nem tartunk ott. Na most ez az egyik dolog, hogy hol van nekünk, mint magyaroknak biztonsága. Ugye ez egy, azt mondtam, hogy 200 évet nézzük, de nézhetjük messzebb, mindig valahova tartozás jelentette a biztonságot. Tehát ugye Szent István fölvette a római katolicizmust, hát a közepre se kívánta, de rajta kívül valószínűleg egy magyar se, de hát így tudott megmaradni. Na most ez aztán ment tovább, és ugye kultúrákhoz csatlakoztunk, és ezért igazából nem alakult ki egy stabil magyarság tudat. Itt a eredetünk körül is ugye nagyon sok a kérdés, illetve hát valószínűleg igazából nincs kérdés, de hogy az politikailag nagyon van mozgatva, de nagyon nincs az emberekben ez a hely. A másik dolog az az, hogy itt elindult egy fejlődés alapvetően, igazából a 48-as szabadságharc után ugye jött egy rossz fázis, aztán lett a kiegyezés, és akkor elkezdődött egy osztrák kapcsolat és egy emelkedés, amiben követtük őket, tehát azért utolsó se értük. És az aránylag vezetett egy polgárosodáshoz, meg egy stabilitáshoz. Na most ugye megjött 45, és az azt követő időszak, ahol hát minden
el lett pusztítva, ami eddig a polgári társadalmat jelentette, tehát a nőknek dolgozni kellett, pöttyös kendőt kellett kötni, és vagy traktorra ülni, vagy Stalinvárosba, Leninvárosba dolgozni. Itt sérültek az alapkapcsolatok, és az anyagyermek korai kapcsolatok. Így van, és a bölcsőde volt a megoldás, ami hát a személyiségfejlődés szempontjából katasztrófa. Nem mint véletlen, ugye fejlettebb civilizációban nincs bölcsőde. Vagy valamilyen más formája van, de nem úgy, ahogy akkor volt, hogy be kellett adni a gyere, a párhónapos gyereket, és az volt az igazi anya, aki abbahagyta a szoktatást, és a munkafrontján hőssé vált. Na most ugye itt jönnek egymást a generációk, akkor a pedagógusoknak akkor se volt elismert a helye a Rákosi rendszerbe, és nagyon sok olyan válság jött be, olyan biztonsághiány, ami minden nap megteremtődött. Tehát éltünk, én éltem akkor, ugye én 41-ben születtem, bármikor bármi történhetett. Tehát a házkutatás az nem volt ritkaság. Az, hogy valaki megharagudott rád, följelentett, akkor börtönbe kerültél, anélkül, hogy megkérdeztek volna. Telefonon bármit el lehetett intézni, ha azt egy párt ember csinálta. Tehát visszamentünk majdnem a törzsi társadalom szintjére, ahol egy törzsfőnök döntött. Hát a papertás Veszprém megye élén, ő élethalál ura volt. Tehát olyan volt, mint egy főúr. Tehát a szocializmusban lehet mondani, hogy egy, de ha más, azt is mondhatjuk, más nem, akár két generációs nőtt föl alapsérülésekkel, hát nyilván nem mindenki. Hát igen, meg még azért mondanám azt, hogy lehetett diplomát kapni érettségi nélkül. Tehát egyszer minden érték felszámolódott, mert a kommunizmusnak ez alapkészítése, hogy számolja fel a polgári társadalmat. És ugye az alapsérülések pedig vezetnek az identitás problémákhoz. Aztán jött az úgynevezett rendszerváltás, az, hogy a korai iparihoz csatlakoztunk, ez mennyire kedvezett vagy nem a megint a korai anyakapcsolat témának és az identitásnak, hogy látod, mert most már lassan ugye... Hát ugye az ipari társadalomnak ez a szintje, ahol most Magyarország tart, ez a profit termelés, tehát minden fölül ír az, hogy profiton legyen. Ezt ugye a külkapcsolataink, a betelepülő ipar, hát gyönyörűen hozza. És ez egy fejlődés. Tehát most mi egy fejlődési fázisban vagyunk, de egy olyan fázisban, ahol az ipari társadalomnak ebbe a szakaszába vagyunk, és majd építjük ki ennek a fejlettebb formáit. Én azt gondolom, hogy haladunk afelé. És az identitás szempontjából? Az identitás szempontjából pedig, hogy az kezdenek visszatérni az értékek, amik minden meg lett kérdőjelező és föl lett számolva, és negatívba át lett fordítva. Tehát ma Magyarországon azért ott tartunk jelenleg, ha így kicsit szétnézünk, hogy mindenki az ellentétje is igaz. Vagyis hasítás van. Vagyis nem tudjuk elfogadni a jót és a rosszat egyszerre. Mindenki csak jót akar. Hogy jóba lenni, jót élvezni nem megy. Tehát, hogy ezek összekapcsolódva mennek, vagyis a valósághoz való kapcsolatunk az nagyon szegényes és nagyon rosszul működik. De ez egy fázis. Tehát ez most, ha azt nézzük, hogy az elmúlt 50 évben óriási változás és fejlődés volt, és most is fölgyorsult ez a fejlődés, hát egyelőre még ebbe a fázisába tart a fejlődés. Na most, ha a kultúrát nézed, akkor én azt gondolom, hogy ez a sokféleség, hogy honnan jönnek a magyarok, és kik itt, akik most magyarnak hiszik maguknak, milyen gyökerei vannak, annak egy csomó előnye van. Most az, hogy ezt hogy minősítjük, az már nagyon erősen bejött. És hogy itt kellene nagyon óvatosnak lenni a politikának, hogy ebben a fázisban, amikor az emberi értékek kezdenek lassan visszaalakulni, stabilizálódni, ezeket ne veszélyeztesse. Most azért azt lehet látni, hogy ez nem teljesen egyértelmű. Nyilvánvalóan a fejlődést nem lehet leállítani, tehát ez menni fog tovább, és haladunk egy képviseleti demokrácia felé egyértelműen, haladunk egy olyan felé, ahol nyilván ki kell, hogy a nemzettudatunk alakuljon, de annak egy meghaladott formája majd jön a pluralitás, és ezt nem lehet megakadályozni, akár mit építünk, megcsinálunk, ez nem fordítható, így nem vissza. Itt is érvényes az analógia, mint egy egyénnél, hogy egy gyermek is akkor tud jól szocializálódni egy közösségbe, hogyha az identitása kifejlődött és meghaladta a fázisokat. Gondolom a nemzeteknél is így van, ez a nemzeti identitásnál.
Hát ugye például most csak ilyen politikai hasonlatomnak a visegrádi közösség azt jelenti, hogy ezek az országokban van közös identitás problémájuk van. Nem egyformán, de mégis van. És ha megnézed, az ellenségeskedés és egymás pusztítása, ami évszázadok óta tart, ahelyett most egy egység felé haladunk. Óriási fejlődési lehetőség. Az, hogy ez egy olyan plurálisan gondolkozó Nyugat-Európában nincs elfogadva, hát ők túl vannak már ezen a fejlődési fázison, nagyon rosszul kezelik, politikát csinálnak belőle, ez a lehető legrosszabb megoldás, de hát nem fogják tudni megakadályozni. Viszont egyébként a plurálisabban működő és gondolkodó Nyugat-Európa, ahol viszont azért globál kapitalizmus van, ez a globál kapitalizmus viszont mennyire kedvez vagy nem kedvez az identitás sérüléseknek? Másféleképp lesz a sérülés, tehát hogy most egy nagyon érdekes helyzet van, ami alig van tudatosan felhasználva nyugaton is. Tehát ugye itt vehetjük például, mondjuk nézzük meg az angolokat, ahol ugye az angol birodalom következtében nagyon sok más kultúra él együtt Angliába, és ezt aránylag jól csinálják. De ez, hogy aránylag jól csinálják, különféle szinteken van az ott élőkben. Ezt eddig tudták kezelni. De nem tudtak bemaradni az EU-ba. Azért nem, mert még a fejlettségük nem érte el ezt a plurális szintet. Annak ellenére, hogy az egyik legfejlettebb demokrácia a Nagy-Britániában van. Ha megnézed a franciákat, akkor nem tudták integrálni az arabokat igazán. Tehát a Marokkó az, vagy nem a Marokkó, az Algír, az most is ott van, mint probléma, és több nemzedék óta ott van. Tehát ott is az a probléma, hogy a lakosság, én most nem tudom pontosan, de gondolom, hogy a 20%-a már azért közel Mohamedán, ott ők... Több. Ott ők nem tudták ezt meglépni, hogy ezek az emberek beépüljenek az ő fejlettségű szintjükbe. És hát ez a különbség, ez a ugrásnak a megoldása, hát egyelőre nem sikerült. És akkor ugye most nézd a németet, még katasztrofálisabb a dolog, mert hogy az, hogy segítsék föl, az olyan idealizáció van elképzelve, ami hát most kezd realizálódni, hogy ez nem megy. Ugye én körülbelül, mikor elkezdődött ez a bevándorlási dolog, akkor is mondtam azt, hogy mi előrébb vagyunk a németeknél, mert itt a templomokból lettek mecsetek csinálva, aztán mecsetekből vissza lettek templomok csinálva. Ők most vannak ebben a fázisban. És hogy ez a német identitásnak egy nagyon nehéz része lesz, hogy tudják ők ezt beépíteni az identitásukba. És ebben nagyon benne van az, a kelet Németország, Nyugat-Németország közti különbség, és szerintem a mostani vezető az igazából nem lett nyugat-német. Tehát behozott olyan idealizációkat a szocializmusból, ami nincs meghaladva, és nem is lehet meghaladni. Tehát, hogy attól, hogy én a keblemre fogadom meg, elmondom, mit kell csinálj, és nem veszem észre azt, hogy ez lehetetlen, az idealizáció. Egyébként tényleg zárásképpen arra is gondoltam ebben, hogy a globál kapitalizmus mennyire nehezíti meg ezt az anya-gyermek kapcsolatot, mert a szocializmusból láttuk azt, hogy persze a vasút felé meg nők a kohóban, nyilván ott szét lett vágva ezáltal ez a korai anya-gyermek kapcsolat. A globál kapitalizmus ezt mennyire támadja, vagy nem támadja? Hát sok szinten nagyon segíti. Tehát azért az érték átalakulás, hogy értékes a jó személyiségű ember, ugye ez már a plurális és a plurális követő integrál, tehát ez inkább már az integrál lesz, de át kell fejlődjön ezen a fázison, és ez zajlik, tehát csökkentett munkaidőben, a kedvezményekben, nagyon sok olyan szintet adnak, ahol ezek pozitívak. Most ugye itt lehet látni a kultúrák közti különbséget, egy törzsi kultúra bekerül ebbe a helyzetbe, csak egy dolgot tud csinálni, hogy visszaél vele, és kihasználja. És nem arra használja, hogy fejlődjön, hanem arra használja, hogy visszafejlődjön. És hát ennek a megoldása nagyon nehéz lesz, mert ugye
több generációkon keresztül tartó identitás, az nem lehet rendeletekkel megoldani, azzal se, hogy megtanul németül, például, vagy azzal se, hogy a német jogrendet netán elkezdi elfogadni. Az be kell gyakorolni, tovább kell generációkon keresztül adni, és akkor jutnak el ide. És hát ez valószínűleg most a óriási információs lehetőségekkel fölgyorsul, de nem kerülhető el. Ebben az egész problémában az én fejemben nagyon benne van az internet. Nem tud kezelni. Itt se tudjuk kezelni annak a óriási információbőségét, de gondold el, egy törzsi társadalomban nézi. Hát azonnal azt veszi ki, ami miatt elindul. És az teljesen irreális. Hát, hogy te a fejlődés akkor se fog megállni, tehát tovább fog menni, és nyilvánvalóan a információ be fog valamennyire épülni, és aztán ez így majd tovább jut, hogy hol lesznek ebből a kivezető utak, azokat nem nagyon lehet bejósolni. Ugye itt van előttünk az amerikai példa, hogy próbálták a demokráciát ráerőltetni törzsi és fundamentális országokra, hát eddig mindegy katasztrófa volt. Hát nem tudom. Tehát, hogy egy gyakorlat nincs rá, az egy biztos, legalábbis számomra, hogy a fejlődés nem lehet visszafordítani tartósan. Ugye erre én nekem a saját életemben is van példa, és látom, hogy, és a terápiákban is látom, hogy pont ezeken az identitás fejlődések, ezek mint lehetőségek ott vannak, meg lehet fejlődni, valószínűleg másképp kell sok mindent csinálni. Ez például a nagyon erősen van az identitás válságnál, hogy egy identitás válságból úgy lehet kijönni, hogy fejlődsz, vagy úgy lehet kijönni, hogy regrediálsz. Tartósan nem tudsz benne maradni, valamit csinálnod kell. És ilyen szempontból a válság az nagyon pozitív. Az késztet arra, hogy változzál. Hát most mi folyamatos válságban vagyunk, mondjuk itt Magyarországon, meg az életünkben is, tehát a lehetőségek pedig sokkal jobbak, mint bármikor.